400 milliós fejlesztés kislétán szociális bérlakásokkal és képzésekkel segítik a hátrányos helyzetben élők felzárkóztatását a településen. Szennyvízelvezetési hálózat épül, Beszterec, Tiszatelek és Újdombrát települések részvételével közös szennyvízelvezetési agglomerációt alakítanak ki. Elindult a motoros szezon, évente több száz új motoros és robogós kapcsolódik be a közlekedésbe. Két program keretében mintegy 400 millió forintos támogatásból zárkóztatnák fel a hátrányos helyzetben élőket Kislétán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A 400 milliós összeg felét infrastruktúrális fejlesztésekre fordítják, 5 szociális bérlakást is építenek, melyekbe rászoruló családokat költöztetnek, a fennmaradó részt oktatásra és képzésekre költik majd. A fejlesztéstől azt várják, hogy előre mozdítja a település életét. Javában dolgoznak az egyik kislétai telken. Itt épülnek fel hamarosan azok az intézmények, amelyek az itt élő hátrányos helyzetűek felzárkóztatását szolgálják majd. Közel 200 millió forintos visszanemtérítendő támogatásból 5 szociális bérlakást, egy közösségi házat, valamint egy mosodát húznak fel a szegregátumban. Nagyjából ugyanilyen összeget fordítanak képzésekre, amelyek segítségével az érintettek könnyebben találhatnak munkát. A megvalósulás az már elkezdődött. Az október 1-e óta megy a képzési része. A közbeszerzések most zárultak le a beruházásokkal kapcsolatosan. Egy hete elkezdtük a beruházásokat. Gyakorlatilag az alapásásnál kezdtük, egy-két épületnél elkezdődött már az alapásás, és ez év december 31-ére fejeződnek be a beruházási részek a 241-es program keretén belül. A képzéses rész az pedig három évig fog tartani. A mostani teleprogram kialakításában figyelembe vették a korábbi pilot projekt során beérkező véleményeket és javaslatokat is. Ebben a visszacsatolásban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye aktívan részt vett. Ennek egyik eredménye, hogy az új programban már nem csak egyénekkel, hanem egész családokkal foglalkoznak. Nagyon fontos, hogy a hátrányos helyzetű emberek emberhez méltó lakáskörülmények között éljenek. Tehát nem szabad arról elfeledkezni, hogy a hátrányos helyzet az nem pusztán csak azt jelenti, hogy valakinek nincs bevétele, nincs munkája, tehát anyagilag szegény, hanem sokszor azt is jelenti, hogy nagyon romos lakáskörülmények között lakik. Innen azért egy ilyen körülmény közül elindulni, ahol nincs víz, nincs fürdőszoba, úgy elindulni munkába, hogy rendesen legyen felöltözve, a ruhája ki legyen mosva, hogy a gyerekek is így legyenek felöltözve, és ezt minden nap ezért megküzdeni, azért az nagyon nehéz. Tehát szeretnénk, hogyha nem ezekkel a kihívásokkal néznének szembe ezek az emberek, és igenis a lakás körülményeik is javulnának. A kislétaihoz hasonló komplex programok nem csak az életkörülmények javításáról szólnak, hanem a megfelelő életvitel és szokások kialakításáról is. Ez a fejlesztés már a 3 év alatti gyerekeknél elkezdődik. Itt sok esetben egy 10-15 éves folyamatról van szó. Mint a programokat bemutató sajtótájékoztatón elhangzott, fontos, hogy a helyben élők részesei legyenek a felzárkóztatásnak, illetve hogy a bevont emberek példaképekké váljanak az adott településen, közölte Vitályos Eszter. Ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét illeti, nagyon jó pályázó a megye, és mivel ahhoz a régióhoz is tartozik egyébként, ahol azért vannak még hátrányos helyzetű települések jócskán, ezért azt elmondhatom, hogy a szociális és társadalmi felzárkózási összegeknek egy elég jelentős része az, amit itt a megyében költünk el különböző pályázatok kapcsán. A felzárkóztatási programok egyik fő üzenete, hogy bármilyen élethelyzetekből ki lehet kerülni, ha aktívan együttműködnek azok a családok, akiket bevonnak a projektekbe, tette hozzá az államtitkár. Beszterec, Tiszatelek és Újdombrát települések részvételével közös szennyvízelvezetési agglomerációt alakítanak ki tiszateleki központtal, amelynek építését szerdán kezdték meg. A településeken közüzemi csatorna hálózat jelenleg nincs. A közintézmények és lakóházak szennyvizeit közműpótló műtárgyakban helyezik el, melyek jelentős része szakszerűtlen kialakítású szikkasztóként üzemel.
A szennyvízgyűjtőkből a szennyvizet jelenleg szippantós kocsival szállítják el, ami jelentős anyagi kiadással jár az itt lakók számára. A projektre Tisza Telek, a kohéziós alap és a hazai központi költségvetési előirányzat által nyújtott 1 milliárd 800 millió forintos visszanemtérítendő támogatást nyert, melybe beletartozik a szennyvízbefogadó állomás építése is. A tervezési munkálatok már évekkel ezelőtt megkezdődtek, ha az időjárás is kedvez, akkor 2020. júliusában elkezdhetik a fél évig tartó próbaüzemet, hangzott el a nyitó rendezvényen. A polgármester hozzátette, az átadás határideje 2020. december 5-e. A Berta Kft. Nyerte meg a beruházást, alvállalkozó pedig az MTNK. Ezzel a beruházással egyidejileg megnyertük a közútnak a felújítását is, és bízok abban, hogy a meghatározott időre, augusztusra a közútba a szennyvízberuházásnak a csövei bekerülnek, és utána fel tudjuk újítani a közutat is, amit már tavaly fel kellett volna. A projekt keretében Beszterecen már megkezdték a közintézmények és lakóházak szennyvízzel vezető infrastruktúrájának fejlesztését. Ugyan az érdemi munka, hogy Beszterecnek a 4700 méter szennyvíz hálózat, ami kiépítése kerül, abból azt mondom, hogy 2100-2200 méter, ami már megvalósult itt az utóbbi pár hónapban. Ez egy nagyon fontos a település életébe, ez egy beruházás, ez közel 1 milliárdos beruházás a település életébe. Meg a lakosság is igényelte. Ezen már mi 15-20 éve már ezen vagyunk, hogy ez a valósuljon meg, ez a beruházás. A kohéziós alap és a hazai költségvetési előirányzat által nyújtott visszanemtérítendő támogatásból új Dombrát szennyvízzel vezetése és kezelési fejlesztése is elkezdődik. Sorra kapják a közterület felügyelet feljelentő tájékoztatóit a pláza melletti zöld területen álló autósok. Az értesítésben a közteresek arra hívják fel a tulajdonosok figyelmét, hogy a parkolási szabályok megsértése miatt eljárást kezdeményeztek ellenük. Ennek lefolytatásáról a rendőrség vagy a városi polgármesteri hivatal küldi ki a további tudnivalókat, valamint adott esetben a büntetésről szóló értesítést is. Televíziónk megkeresésére a közterület felügyelet munkatársai elmondták, városszerte ellenőrzik a táblák hatája alatt szabálytalanul, valamint a menetirányjal szemben szabálytalanul parkoló autósokat is. Évente több száz új motoros és robogós kapcsolódik be a közlekedésbe megyénkben. A mopedekkel már 14 éves kortól tanulhatják a fiatalok a motorozást, így az ő esetükben a rutin hiánya jelentheti a legnagyobb baleseti kockázatot. Az idősebb gyakorlattal rendelkező motorosoknál azonban az, hogy a téli hónapok kihagyása után nem frissítik fel a tudásukat, és nem készítik fel megfelelően a motort az aktív szezonra. Egyre jobb az idő napközben, ha tavasz közelettével lassan megjelennek a motorosok is az utakon. Vannak, akik már rutinos motorosként vesznek részt a közlekedésben, mások viszont most ismerkednek a szabályokkal. Meglepő a korosztály, a szórás. 14 évesen kezdünk, ebben az évben már egy nagyon jó program keretében egy suli mopedet indítunk ismételten az évek hosszú folyamán már ugye sikeresen. Ott ugye 50 embert fogunk indítani, de ezen felül középkategóriásban, úgymondom, tehát 125-ös, illetve nagy kategóriában is több száz emberről van szó csak megyében, akik az útra kerülnek, akikből új motoros lesz, tehát nekik ugye még gyakorlat kell majd, és főleg, ami a legfontosabb, és minden motorosnak és autósnak, türelem. A legtöbb balesetet az okozza, hogy a hosszú téli hónapok kihagyása után hirtelen ülnek az emberek motorra. Ilyenkor célszerű per kisebb, óvatosabb kört tenni a tavaszi szezon kezdete előtt. Hiszen nem csak az aszfaltnak kell melegedni, hogy elérje a motorozáshoz ideális hőmérsékletet, hanem a motort is be kell járatni egy hosszabb út előtt, és a vezetőjének is érdemes feleleveníteni a fogásokat és a kressz szabályokat. Mindenképpen azt javasoljuk, hogy készüljenek fel erre az új közlekedési eszközre, mind a jármű, mind pedig saját magunk tekintetében. Tehát készítsék fel a járművet arra, hogy motorozni fognak, amit szükséges húzzanak, meg zsírozzanak le, és próbálják is ki, gondolják át, hogy egy más módon fognak közlekedni sokkal veszélyesebb eszközzel, és ez szükséges az, hogy biztonságban legyenek egész évben.
Az oktatók azt tapasztalják, hogy az autósok egyre előzékenyebbek, így a motoros és autós társadalom egyre közelebb kerül egymáshoz, ami jelentősen csökkenti a balesetek kialakulásának lehetőségét. Március 1-én Megyénkben is tűzgyújtási tilalom lépett életbe. Az intézkedés elrendelésének megvolt a nyomós oka. Néhány nap alatt nálunk is több tucatszor lobbant lángra a száraz avar. Nagyobb odafigyeléssel és a termőföld tulajdonosoktól elvárt rendeltetésszerű területhasznosítással azonban megelőzhetőek a szabadtéri tüzek. Bőven volt dolguk a megye tűzoltóinak a napokban a szabadtéri tüzek miatt. Csak hétvégén 68, míg az egész múlt héten 100-nál is több esethez vonultak. Jellemzően külterületen gyulladt meg a száraz aljnövényzet, de az is előfordult, hogy lakóépületeket veszélyeztettek a lángok. Ezek fellobbanásáért szinte egytől egyig az ember a felelős. A szabadtéri tűzesemények közel 100%-a emberi gondotlanság, vagy nagy isten szándékosság következtében keletkezik. Ilyenkor, tehát ebben a száraz csapadékmentes időszakban egyébként sem ajánlott szabadtéren tüzet gyújtani, különös tekintette arra, hogy március 1-től a megyében is tűzgyújtási tilalom kerül bevezetésre. A korlátozás elrendeléséről az erdészetért felelős miniszter dönthet, ahogy annak feloldása is az ő hatásköre. A tilalom alá eső területekről a NÉBIH és a katasztrófa védelem honlapján is tájékozódhatunk. Emellett azt is fontos tudni, hogy ilyenkor más az önkormányzatok által egyébként engedélyezett égetés is tilos. A tűzgyújtási tilalom az erdőkre, illetve az erdőktől számított 200 méteres körzetre vonatkozik, beleértve a fásításokat is, továbbá beleértve a vasút és a közút menti fásításokat, ideértve a parlag és avartűzgyújtás is, de a tűzgyújtási tilalom bevezetésének van egy olyan következménye, hogy a legtöbb olyan önkormányzati rendelet, amely szabályozta belterületen a növényi hulladék égetést, az most ebben az esetben is tiltja ezeket a tevékenységeket, ugyanakkor a katasztrófavédelemhez, a tűzvédelmi hatósághoz benyújtott, irányított égedési engedélyek ilyenkor nem kerülnek kiadásra automatikusan, tehát ez a tevékenység is tilalom alá esik most. Ahogy arra a tűzoltósági főfelügyelő is figyelmeztetett, a száraz időszakban nekünk is jobban oda kell figyelnünk, hiszen akár egyetlen eldobott égő cigicsik is komoly bajt okozhat. A termőföld tulajdonosokat pedig arra kérik, hogy rendeltetésnek megfelelően gaz és száraz aljnövényzetmentesen használják fel területeiket. A tűzvédelmi hatóság egyébként rendszeresen ellenőrzés, adott esetben megbünteti a szabályszegőket. Eltűnni hangtalanul címmel rendeztek márai emlékestet kedden a Bencs villában, ahol Horváth László Attila és Horváth Réka színművészek közreműködésével villantak fel Márai Sándor életútjának fontos eseményei és gondolatai. A műsort összeállította és rendezte Karádi Zsolt főiskolai tanár, az est házigazdája ezúttal is Kovács Tényes volt. Márai Sándor az egyik legkülönösebb a 20. századi magyar írók között. Már a 30-as években korának egyik legelismertebb írója volt. Amikor azonban 1948-ban elhagyta az országot, következetesen kiiktatták műveit a hazai irodalmi életből, és haláláig a nevét is alig ejtették ki. Ennek nem csak emigráns léte és bolsevizmus ellenessége volt az oka, hanem az is, hogy ő volt a magyar polgárság irodalmi képviselője. Márai azonban a klasszikus polgári eszményeknél értékesebbet nem talált, így kötelességének tartotta, hogy ezeknek adjon hangot műveiben. Az 1980-as években már lehetővé válhatott volna munkáinak hazai kiadása, de ő megfogadta, hogy amíg Magyarországon megszálló csapatok tartózkodnak, s nem lesz demokratikus választás, addig semminek a kiadásához és előadásához nem járul hozzá. Életműsorozatának újrakiadása halála után 1990-ben indult el. A Bencs villában megrendezett estet Márai 2018-ban megjelent naplójának részleteiből állította össze a szerkesztő. Ez a napló megrendítő dokumentuma Márai utolsó néhány esztendejének. Nem csak azért, mert egy idősödő, öregedő író saját magával való vívódását tükrözi, hanem feleségének betegségét, halálát és saját közelgő halálát is megírja ebben, ebben a könyvben. Az író Márai szerepét Horváth László Attila alakította.
Az utolsó végnapjairól szól, éppen napló jegyzeteiből olvasunk fel, és nagyon, nagyon komoly dolgokról beszél ott már, ami megrázó, és koromnál fogva ezzel lassan szépen szembe kell nézni. És engem elbűvöl mindig. Fantasztikus író. Márai feleségét, Lolát, Horváth Réka keltette életre, aki nem csak a színpadon, hanem az életben is Horváth László Attila felesége. Közel áll hozzám nagyon. Valahogy azt hiszem leginkább ez a fajta hűség a férjéhez. Ezt nagyon, nagyon értem, ezt az igazi, ugye úgy fogalmazzák ők, hogy közösség, egy igazi közösségben élnek ketten, és ugye az ember ritkán él közösségben. És ez hozzám nagyon közel áll. Szerintem Lackóval a házasságunk is egy igazi közösség, úgyhogy ebben biztos nagy a találkozás, a párhuzam. Március 12-én Szilágyi Szilárddal estjére várják a közönséget, március 19-én pedig Gáspár Tibor színművésszel találkozhatnak a Bencs Villa vendégei. Újabb győzelmével továbbra is a tabella élén áll az NB1-es bajnokságban a Nyíregyházi Teke Klub. Nagy volt a tétje a hétvégi mérkőzésnek, amelynek félidejében még döntetlenre álltak a csapatok. A folytatásban azonban jelentős előnyre tett szert a Szabolcsi együttes. Legközelebb most hétvégén szurkolhatunk nekik. Hazai pályán szerepeltek a hétvégén a nyíregyházi tekések. A BKV előre csapatával vívott mérkőzésen csak a győzelem volt elfogadható a mieink számára, hiszen az összecsapás a későbbi bajnoki cím sorsáról is dönthetett. A mérkőzés rögtön az első sorban a Magyarorvosi Péter 564 fás csapatpont szerzésével kezdődött, ami nagyon fontos volt, míg mellette párban a Kastura Zsolt lépett dobóállásba. A Zsolti szezonbeli messze legjobbját gurított 596 fával, és nagy meglepetésre ez nem volt elég a pontszerzéshez. Azonban a középső sorban a Szegő Levent 570 fája sem ért pontot, ami szintén meglepetés számban ment. Mellette viszont a Fehér Béla 600 felett gurított, és nagyon sok csapatfát is tudott szállítani. Így alakulhatott ki, hogy igazából 2-2-re álltunk a másik sor végén, azonban már 85 fával vezettünk, és a zárósorban a Hakker Dezsőnek meg jó magamnak csak fel kellett tenni az íra a pontot. Végül 6-2-re diadalmaskodtak a nyíregyháziak, akik ezzel még közelebb kerültek az NB1-es bajnoki címhez. Most hétvégén tovább növelhetik pontelőnyüket. Következő mérkőzésünket idegenben fogjuk vívni, ahhoz a Bátony Terenye csapatához fogunk ellátogatni, ahol még egyetlen csapatnak sem sikerült pontokat rabolni ebbe a szezonban. Bízunk benne, hogy ez most megtörik, és nagyon szeretnénk, hogyha győzelemmel térhetnénk onnan haza. Egy nagyon jó pályáról van szó, nagyon szeretjük játszani, bár több éve nem voltunk ott, de bízunk benne, hogyha ott győzelemmel térünk haza, akkor már majd, hogy nem fél lábbal a bajnoki címért tudunk haza utazni. A csapat most az első helyen posztol a tabellán. Előnye 3 pont a BKV előtt, még 4-jel vezetnek az Egerrel szemben. Fucsovics Márton a rekordot jelentő 31. helyen áll a teniszezők legfrissebb világranglistáján, többek között olyan kiválóságokat megelőzve, mint az ausztrál Nick Kyrgios, a svájci Stan Wawrinka, vagy éppen a spanyol Fernando Verdasco. A magyar teniszező legutóbb a dubai ATP 500-as tenisztorna negyed döntőjében a svájci világklasszis Roger Federer ellen búcsúzott. Fucsovics jelenleg a 31. helyről várhatja az Indian Wells-i keménypályás tenisztornát Kaliforniában. Azt írt a Facebook oldalán, 24 órás utazás után jól fog jönni az alvás, itt még vasárnap van, de már kijött az új világranglista, 31. vagyok. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Infrastrukturális fejlesztésekkel és képzésekkel segítik a hátrányos helyzetben élők felzárkóztatását Kislétán. Mintegy 400 millió forintos támogatásból két program keretében mozdítanák elő a település életét. A támogatás egy részéből infrastrukturális fejlesztéseket hajtanak végre, de oktatásra és képzésre is fordítanak az összegből.
Szennyvíz elvezetési hálózat épül Beszterec, Tiszatelek és Újdombrát települések részvételével. A közös szennyvíz elvezetési agglomerációt Tiszateleki központtal hozzák létre. A településeken jelenleg nincs közüzemi csatornahálózat. A közintézmények és lakóházak szennyvizeit közműpótló műtárgyakban helyezik el, melyek jelenleg többnyire szakszerűtlen kialakítású szikkasztóként üzemelnek. A tavaszias időjárás miatt idén már elindult a motoros szezon. Megyénkben évente több száz új motoros és robogós kapcsolódik be a közlekedésbe. A fiatal kezdő vezetőknél leginkább a rutin hiánya jelentheti a legnagyobb baleseti kockázatot. Az idősebb, gyakorlattal rendelkező motorosoknál pedig az, hogy a téli hónapok kihagyása után nem frissítik fel a tudásukat, és nem készítik fel megfelelően a motort az aktív szezonra. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, március 6-án szerdán, friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Csütörtök reggelig megnövekszik a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz, a déli szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 fok körül alakul. Csütörtökön változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel. Csapadék nem valószínű, a déli szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 fok körül alakul. A következő napokban változékony időre van kilátás, többször is elérik a Kárpát-medencét a nedves léghullámok. Erősen és gyengén felhős területek, illetve időszakok váltakoznak. Szorványosan, hétfőn pedig többfelé előfordulhat eső, zápor. Gyakran megerősödik a nyugati, északnyugati szél, fokozatosan gyengül a nappali felmelegedés, és keddtől helyenként hajnali fagyra is számítani kell.